Orfolyás, köhögés, izomfájdalom, a legtöbben a napokban az influenzára jellemző tünetekkel fordulnak orvoshoz. Krisztián Erika tiszti főorvos híradónknak elmondta, az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedett a megbetegedési arány. Folyamatosan emelkedtek ezek az értékek, és zajlik az influenza járvány. Az elmúlt héten fiatal felnőttek körében volt magas a megbetegedések száma. 73% ezt a fiatal korosztályt érintette. Ez is egy kicsit mutatja azt, hogy járványos előfordulásról van szó. Krisztián Erika arra is felhívja a figyelmet, hogy péntektől a Vármegye összes fekvőbeteg intézményében visszavonásig látogatási tilalmat rendelnek el. Jelentősen meghaladta az aktivitási érték a járványos küszöb értéket, így a kórházi betegek védelme érdekében szükséges elrendelni a látogatási tilalmat, amely február 23-ától péntektől lesz érvényben a megye összes fekvőbeteg intézményében minden osztályra kiterjedően. A házi orvos azt mondja, fontos, ha hurutos tünetek jelentkeznek, mindenképpen forduljunk orvoshoz. Nagyon szépen látszik, hogy akiket oltottunk, azok influenza vírus fertőzéssel nem bírnak, hál' Istennek, de a szokványos dolgokat, ha már betegek vagyunk, a legfontosabb üzenetem, hogy maradjon mindenki otthon. A gyermekközösségekben futótűszerűen terjed, hogy otthon gyógyuljon mindenki, és akkor tüneti szereket, orsprét, fájdalomcsillapítót, ha szükséges, teázni és pihentetni a beteg testet. Mosolygó Éva hozzátette, addig szükséges feltétlenül otthon maradni, amíg lázas a beteg, mert addig fertőzhet. A láz után a szakemberek azt tapasztalják, hogy hosszan elhúzódó, megerőltető köhögés következik, amit feltétlenül szükséges kezelni.